Kik profitálnak leginkább a Grammar vagy Leszkékből? Szerintem mindenki, de szeretném az újrakezdőket kiemelni, akik régebben, iskolában vagy nyelvtanfolyamon megszerzett passzív tudásokat szeretnék feleleveníteni. Valahol ott van a fejükben elraktározva a passzív tudás, mégsem értik igazán az élő beszédet, és nem tudnak megfelelően szóban reagálni, gondolataikat kifejezni. A Grammar vagy Leszkékkel ezt a passzív tudást szeretnénk aktiválni. Az egyes nyelvi nyelvtani formulákat leckénként 50-60 mondatban elismételve internalizáljuk, azaz magunkévá tesszük a szerkezetet, és így nagyobb eséllyel használjuk őket folyékonyan és helyesen a beszédünkben. További előny, hogy azonnal meghalljuk a helyes választ, és a helyes választ elismételve nem rögzül fejünkben a hibás mondat. Ezzel szemben, ha munkafüzetben oldjuk meg a gyakorlatokat, akkor legjobb esetben is hátra kell lapozni a munkafüzetben, hogy lássuk a helyes megoldást, de még nagyobb baj, hogy nem halljuk a mondatot, ezért a kiejtésünk sem javul, és a hallás utáni beszédértésünk sem. De miért is kellene nyelvtanilag helyesen, jó hangsúllyal beszélnünk? Sokan elégedettek lennének azzal, ha folyékonyan tudnák lökni a sódert angolul. Sajnos, ha sok nyelv hibával, rossz kiejtéssel, rossz mondathangsúlyjal beszélünk, akkor fennáll a veszély, hogy hallgatóságunk nem érti meg, vagy félreérti a mondókánkat. A Grammar vagy módszernek is megvannak persze a hátulütői. Sokszor kontextusból kiragadott mondatokkal dolgozunk, hiányoznak a párbeszédek, az élő beszédszituációk. De bízom benne, kedves nyelvtanuló, hogy egy idő után kedvet kap maga is egyéb tanulási módszerek, kis szövegek olvasása, videók hallgatása iránt, és kiegészíti ezekkel a Grammar vagy gyakorlatokat. Az említett korlátok ellenére a Grammar vagy módszernek több az előnye, mint a hátránya. Jóval hatékonyabb, mint az írásbeli gyakorlás. Gondoljunk csak bele, hány mondatot tudunk megalkotni, elismételni az alatt az idő alatt, amíg ezt a mondatot leírnánk. Még nagyobb baj, hogy a munkafüzetben kitöltött mondat semmiféle javító hatással nincs a szóbeli kifejező készségünkre. Ugye nem mindegy, hogy egy év alatt tanulunk-e meg folyékonyan helyesen beszélni angolul, vagy 2-3 év alatt sem. Reménykednem benne, hogy sikerült meggyőznöm a Grammar vagy módszer hatékonyságáról. Ha igen, akkor maradjon velem, és kezdjük el a mai leckét. Olyan mondatokkal foglalkozzunk, mint például Sarah will give a pen to Peter. Sarah adni fog egy tollat Peternek. A will segédigével az egyszerű jövő időt fejezzük ki, angolul future simple tense. Minden szemében ugyanaz, és az ige szótári alakja követi. A leszkében szereplő új szavak. Give, ad. Pen, toll. Painting, festmény. Present, ajándék. Kiss, puszi. Watch, karóra. Key, kulcs. Money, pénz. A cup of coffee, a csésze kávé. Először ismételje utánam a mondatokat. Sarah will give a pen to Peter. Emma will give a painting to her sister. Ella will give a present to her brother. Lily will give a kiss to her grandmother. Kate will give a watch to her brother. Ian will give some flowers to his girlfriend. Miss Taylor will give some books to the students. Mr. Smith will give a key to the couple. The man will give some money to Jessica. Eve will give a cup of coffee to her parents. A második gyakorlatban a személyekre utaló főneveket kicseréljük személyes névmásra, például Emma will give a painting to her sister. Az alany helyzetben levő Emma nevet a she-re cseréljük, a will segédigét összevonjuk a személyes névmással, az lesz belőle, hogy she'll, gyakori az összevonás beszédben. Az úgynevezett indirect object pozícióban levő kifejezést, a to her sister-t pedig her-re. Ugyanez himnemben he, illetve him lenne, többes számban pedig they, illetve them. Kezdjük!
Emma will give a painting to her sister. She'll give a painting to her. Sarah will give a pen to Peter. She'll give a pen to him. Ella will give a present to her brother. She'll give a present to him. Lily will give a kiss to her grandmother. She'll give a kiss to her. Kate will give a watch to her brother. She'll give a watch to him. Ian will give some flowers to his girlfriend. He'll give some flowers to her. Miss Taylor will give some books to the students. She'll give some books to them. Mr. Smith will give a key to the couple. He'll give a key to them. The man will give some money to Jessica. He'll give some money to her. Eve will give a cup of coffee to her parents. She'll give a cup of coffee to them. Ebben a gyakorlatban a who kérdőszóval teszünk fel kérdéseket. Például, Lily will give a kiss to her grandmother. Lily puszit fog adni a nagymamájának. Ebből a kérdés, who'll give a kiss to her grandmother? Ki fogja megpuszilni a nagymamáját? Beszédben a who will alakot általában összevonják who'll alakban. Kezdjük a gyakorlatot. Lily will give a kiss to her grandmother. Who'll give a kiss to her grandmother? Sarah will give a pen to Peter. Who'll give a pen to Peter? Emma will give a painting to her sister. Who'll give a painting to her sister? Ella will give a present to her brother. Who'll give a present to her brother? Kate will give a watch to her brother. Who'll give a watch to her brother? Ian will give some flowers to his girlfriend. Who'll give some flowers to his girlfriend? Miss Taylor will give some books to the students. Who'll give some books to the students? Mr. Smith will give a key to the couple. Who'll give a key to the couple? The man will give some money to Jessica. Who'll give some money to Jessica? Eve will give a cup of coffee to her parents. Who'll give a cup of coffee to her parents? Ismét kérdéseket alkotunk. Például, Mr. Smith will give a key to the couple. Mr. Smith adni fog egy kulcsot a párnak. Most a tárgyra kérdezünk, a what kérdőszóval. Ha tárgyra kérdezünk, akkor meg kell cserélnünk az alanyt és a segédigét. A kérdést természetesen a kérdőszóval kezdjük, azt követi a will segédige, mégpedig összevont alakban. What'll? Ez párszor érdemes külön elismételni. What'll? What'll Mr. Smith give to the couple? Mit fog Mr. Smith adni a párnak? Kezdjük a gyakorlatot. Sarah will give a pen to Peter. What will Sarah give to Peter?
Emma will give a painting to her sister. What will Emma give to her sister? Ella will give a present to her brother. What will Ella give to her brother? Lily will give a kiss to her grandmother. What will Lily give to her grandmother? Kate will give a watch to her brother. What will Kate give to her brother? Ian will give some flowers to his girlfriend. What will Ian give to his girlfriend? Miss Taylor will give some books to the students. What will Miss Taylor give to the students? Mr. Smith will give a key to the couple. What will Mr. Smith give to the couple? The man will give some money to Jessica. What will the man give to Jessica? Eve will give a cup of coffee to her parents. What will Eve give to her parents? Remélem, jól mentek ma ezek a kis gyakorlatok. Örülnék, ha megírná véleményét alul a komment szekcióban, mindig nagyon örülök a visszajelzéseknek, és figyelembe veszem őket az új videók készítésekor. A következő leszkében is ugyanezekből a mondatokból indulunk majd ki, csak megváltoztatjuk a mondatszerkezetet. Ezért stay tuned, és szeretettel várlak a következő leckében.